A műsor támogatója a Borsodi, az Apollo, a Tipmix, a Volkswagen, a Skoda és a Seat. Az első fél idő teljesen kontrolláltuk, azt történt a pályán, amit mi szerettünk volna. Fontos volt, hogy mi rúgjuk az első gólt. Készültünk a Paks mindkét játékrendszerére. A második fél időben viszont, amikor a játékrendszert váltottak, ott volt egy 10-15 perc, amit ők irányítottak. De ahogy megrúgtuk a második gólunkat, azt gondolom, hogy akár nagy barányi győzelmet is szerezhettünk volna. A Paks igazolta a jó hírét, nem véletlenül nyertek ennyi mérkőzést az utóbbi időszakban. Ugye, amire büszke vagyok, hogy rúgtunk két gólt, és kétszer a gólvonalról mentettek. Egy olyan csapat, amelyik az elmúlt hat mérkőzésen négyszer nem is kapott gólt. Ami nagyon-nagyon pozitív, hogy bármelyik játékosunk pályára lép, mindegyik kihasználja azt az időt, amit a pályán tölthet, és tényleg megmutatják a játékosunk, hogy azért vagyunk igazi csapat, mert mindenki kidönti a mérkőzést, és mindig mindenki hozzá tud tenni. Nagyon meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, tehát okosabbak, rutinosabbak lettünk egy hét alatt. Tanultunk a hibánkból, hogy nem biztos, hogy mindig rohanni kell előle, hanem használni kell néha az eszünket. Nagyon jól birtokoltuk a labdát az ellenfél tél felén, és tényleg sok futásra kényszerítettük a belső középpályásaikat. A Kaposvár mindenki kötelező jellege elvárta tőlünk, itt pedig elvárták a győzelmet, a szurkolók is, és mindenki, de mi is elvártuk magunktól, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, nem is kötelező jelleggel, de elvárható volt, de azt a mai mérkőzésen is látni kellett, és láttuk is, hogy a Paks az egy jó csapat, tehát nem volt az olyan egyszerű, mint ahogy az utolsó 10 percben mutattuk, vagy a játéképen mutatta, aminek örülök, hogy esélyesek vagyunk már több mérkőzésen, nem remegünk meg a fiúk lába, hanem tudjuk kezelni, és tényleg, ahogy említetted, be tudjuk húzni ezeket a mérkőzéseket. Én első fél időben volt egy lehetősége, nem mond nevezném helyzetnek a Paksnak, és a második fél időben egy pontrugásból egy lecsorgó, amiből volt, azt mondom, egy kapura lövés, egy kavarodás a kapunk előtt. Nagyon-nagyon biztató az, hogy helyzet nélkül, tehát szinte kimondott a nagy helyzet nélkül a védelmünk lehozta ezt a mérkőzést. Nagyon fontos az, hogy ne kapjunk gólokat tényleg, tehát elő pedig látjuk, hogy fogunk rúgdosni általában.